Mit gondoltál akkor ott a 50-es évek végén, 60-as évek elején, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Igen, én már aztán ebben az időben már nagyon korán megpecsételődött az én, az én sorsom, mert második másodikas, vagy nem tudom, másodikas gimnázium. Hát amúgy mindig egy ilyen, mert az iskolában is végig mindig én mondtam a beszédeket, az ászlovat én tartottam a izét, én bucsúztattam, én köszöntöttem, anyák napján én szal egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen, hát ilyen hülye voltam, aki, aki mindig minden lébe, kanál mindent, rá lehetett. Ez nagyon egyszerű volt a tanárikar életem, mert ja, hát akkor majd az András Feri, majd akkor a szaval, az hogy elmond az Énekel. És nagyon egy ilyen, nagyon vékony gyerek voltam, viszont hihetetlen izgága. Tehát állandóan mozogtam, tehát tánc és a szóval ez a színészet elég jó, meg meg hát moziba, hát, meg én, amikor csak lehetett, ültem a moziba, és, ez engem annyira megfertőzött, hogy amikor fölkerültem, ez az iskola, ez zuglóba volt, ahol laktunk, az is zuglóba volt, és volt egy barátom, aki a Gyarmat 48-ban lakott, egy másik, aki az amerikai út 10-be. Na most úgy jöttünk haza az iskolából, hogy elkísértük először az Attilát a Gyarmat utcába, a filmgyár mellett. Aztán a filmgyár másik oldalában a Gyarmat utcában az amerikai út, majd ő engem visszakísért, és délután ötig egymást kísérgettük haza. De a film filmgyárban valahogy mindig úgy beláttunk, benéztünk, hihetetlenül kíváncsi voltam, hogy mi is készül itt, meg hogy, meg kik ezek, akik itt kijönnek, meg bemennek, meg egy rettenetes olyan világ volt, ami engem nagyon izgatott, és akkor egyszer csak kaptam egy azért, hogy gyerek szereplőket keresnek, és akkor valameddig eljutottam, tehát beválogattak egy ilyen csapatba, és onnantól kezdve én folyton, nyilván fölkerültem egy listára, valamelyik felvételvezetőnek a listájára, és hívtak így statisztálni. És akkor kezdtem pedzeni, hogy ja, ah, hát ugye a híres színészeket persze fölismertem, az is nagyon hízelgő volt, hogy Láttam a Várkonyi Zoltánnak, de az, hogy ki az operatőr, ki a rendszer, szóval ezt igazából akkor még nem mértem le, azt hittem, hogy az operatőr, mert ő ült fönn, meg a darul, meg le volt kötve, meg fekete, ilyen lepel, meg ez csupa, ilyen titok volt, és akkor egyszer csak kaptam egy nagyobb ilyen extra statiszta szerepet, ahol már három vagy négy napot kellett a Pasaréti stúdióba lenni. És akkor ott már sok mindenkivel. Ott például összebarátkoztam Mécs Károlyjal, aki akkor, volt, akkor végzett a főiskás, volt az ifjú titán, és az valami egészen nagy élmény volt. Az első rendező, akit megismertem, az de nem rendező, másod asszisztens, úgy hívták, hogy Rényi Tamás, és alpaka öltön volt, ilyen amerikai rövid frizura, nyakkendő, ízdő, három gombos zakó, egy könyv a hóna alatt, és mondta, hogy de Rényi Tamás vagyok, én és filmrendező vagyok, de ebben a filmben más asszisztens, és Herszko rendező, de engem nem érdekel se a Herszko se a filmje, de én a saját filmet akarom csinálni, de szevasztok, srácok, ízdő helyen, és akkor hát teljesen oda voltunk.